Már október 20-ától elérhető az influenza elleni védőoltás. Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója sajtótájékoztatóján hangsúlyozta. Minden eddiginél fontosabb, hogy mindenki oltassa be magát, de csak akkor, ha egészséges. Ha bujkál benne valami, úgy érzi, hogy már levert, fáradékony, hidegrázása van, gyengébbnek érzi magát, ne akkor, hanem akkor, amikor egészségesnek érzi magát. Azért kell beoltatni, vagy azért érdemes beoltatni most főképp, mert ugye itt van a koronavírus járvány, és egy koronavírus, ha találkozik velünk, nem mindegy, hogy milyen immunológiai állapotba ér bennünket. Ha a közelmúltban zajlik egy influenza járvány, amely legyengíti az immunrendszerünket, és ekkor találkozunk koronavírus fertőzéssel, a súlyos szövődményeknek az előfordulási lehetősége sokkal nagyobb. Azt pedig tudjuk, hogy milyen következményekkel járhat a koronavírus fertőzés, ha súlyos szövődményei vannak. Lélegeztetőgépre kerültünk, meghaltunk, vagy nagyon sokáig elhúzódó tüdőgyulladásunk lehet, amit nehezen lehet kikezelni. Tehát nagyon fontos, hogy relatíve jó immunológiai állapotba érjen bennünket, ha egyáltalán elér. A védőoltás most nem csak a fokozott kockázatnak kitett emberek számára térítésmentes. A lakosok a háziorvosuknál tudnak jelentkezni. A háziorvossal előzetesen egyeztetett időpontban tudják beadatni az influenza elleni védőoltást. Mindenkinek ingyenes jelen pillanatban az influenza elleni védőoltás. A főigazgató hangsúlyozta, továbbra is használjuk a maszkot, fertőtlenítsük a kezünket, ne tartózkodjunk zsúfolt helyen és ne ölelkezzünk. Próbáljuk meg elkerülni, hogy a koronavírussal találkozzunk.